Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, megtudhatjuk, milyenek a skorpiók, mit ígérnek az elkövetkezendő hetekre a csillagok, kiderül, hogy milyen népszokások babonák tartoznak az évezen időszakához. Mazák Katalinnal szépülni fogunk, megismerkedünk a jóga jótékony hatásaival, és a szemölcsökről, illetve azok kezeléséről, eltávolításáról is beszélünk majd. Tartsanak velem! És most lássuk, hogy milyenek is a skorpiók, illetve azok is figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy mit ígérnek a következő hetekre a csillagok. De ne felejtsük el soha, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Ami nem tetszik, lehet elkerülni, vagy tompítani, ami tetszik, lehet elősegíteni, hogy minél jobb jöjjön ki belőle. Kos. Hogy kellene meghosszabbítani a napot legalább a felével? Ez most a legnagyobb problémája. Annyi mindent kellene megoldani, elvégezni, és még a magánéletre is kellene idő. Ne aggódjon, hamarosan csendesebb időszak következik. Bika még mindig gondolkodik azon, hogy is került ebbe a szituációba. A bikák többségének ez egy jó, csak hihetetlen. A kisebb hányaduk talán kicsit nehézkesebben alkalmazkodik az új helyzethez, de csak dőljön hátra nyugodtan és élvezze a helyzetet, ahogy a többiek. Ikrek. Most oda kellene tennie magát, és megmutatni, hogy nem véletlenül van ott, ahol. Mindent érdemes lenne újra gondolni, és lendületet venni, hogy teljes erővel a célra összpontosítson, kiküszöbölve a korábbi hibákat. Rák. Hinnie kell, hogy igenis el tudja érni a céljait, különben miért kezdett volna bele? Nem szabad a start után visszafelé nézni, a cél előre van, és képes eljutni odáig. Szóval semmi pánik, irány az előre. Oroszlán. Néha olyan, mintha lelassulnának a dolgok, legalábbis ön így érzi. Természetesen ez nem így van, csak szeretné, ha gyorsabban haladhatna, és ezért látja lassúnak a történéseket. Legyen türelmes, minden a legjobb úton halad. Szűz. Most aztán csodálkozik, hogy amit kért, azt megkapta. Talán az is most merül fel, hogy nem is igazán ezt szerette volna. Ha nem teljesen elégedett, akkor vegye kezébe az ügyeket, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni a dolgokból. Mérleg. Most, hogy túl van egy zsúfolt, sok programmal tennivalóval teli hónapon, meglepőnek tartja a csendesebb időket, és sokszor csodálkozik, hogy vajon nem felejte el valamit. A nyugodtabb időszakban felszabadult időben pihenjen, hamarosan itt lesz egy újabb pörgős időszak. Skorpió. Boldog születésnapot! Most mondja, hogy nem volt egy termékeny év, de nem mondhatja. Hiszen sok ügyet elmozdított a holdpontról, ráadásul önnek előnyös irányba. Jó programok voltak, és ismét nagy lépéseket tett a karrierépítés és az anyagi stabilitás felé. Nyilas. A magánéletében olyasmihez ragaszkodik, ami nem lehetséges, legalábbis most nem. Tegye parkoló pályára ezt a kívánságát, és koncentráljon a jelen lehetőségeire. Lehetséges, hogy sokkal elégedettebb lesz így. Bak. Kicsit olyan, mintha hazárdírozna a magánéletében. Nem érdemes sokáig húznia, mert könnyen rosszul jöhet ki belőle. Jobb lenne tisztázni a helyzetet és a megoldásra koncentrálni, mint tovább simogatni, egyengetni azt, amit nem lehet. Vízöntő. Soha nem mond, hogy soha. Ez önnek amúgy is a mottója. Az lenne a legegyszerűbb, ha nem próbálna meggyőzni másokat, hogy de igen, ez így lehetséges, hanem egyszerűen megcsinálná és eléjük tenni. Halak. Sok apró hiba csúszott a számításokba, ezért most kicsit blokkolva érzi magát. Nyugalom, minden jó irányt vesz, de még kell rajta dolgozzon. Egy-két hónap és a felhők közül ismét kisüt a nap. A skorpió nehéz jegy, mert túl sok rosszat mondanak róla. Bocsánat, én tudom, hogy ön az. Nem azért mondom. Szeretem a skorpió típust. Én magam a bika jegyében születtem, bika napom van. Megtalálnak a skorpiók, és imádnak nekem ellent mondani, velem vitatkozni. És mind a ketten élvezzük a vitát. Szóval a skorpióval az a baj, az kelti a rossz hírét, hogy a legérzékenyebb típus. A másik 11 jegy szülöttje észre sem veszi az olyan megjegyzést, ami a skorpióban tüske marad. Megbántódik, sérülékeny,
a szerelemben féltékeny. Ráadásul a bika és a skorpió a két legféltékenyebb típus. Ennek a két jegy szülötteinek nem lehet azt mondani, hogy ne törődj vele, nem szappan, az nem kopik. Ezt nem lehet. Ez a két legféltékenyebb típus, tehát a skorpió sérülékeny. Ha nem bántják, a legjobb életszerető, nem ember, minden élet. A skorpiók között találjuk a legtöbbet, aki vigyáz, hogy el ne taposson egy bogarat. Tehát és hát persze az ember szeretete és az érzékenysége miatt egy picit kilóg a sorból, mindjárt észre lehet őt venni, hogy más, mint a többi, de úgy, hogy az fel is tűnik. A másik, hogy nem tűri a titkokat. Mindenre rá akar jönni. Ő maga viszont egy része a skorpiónak, ami az a bizonyos 101. szoba, ahova soha senki be nem nyithat, ő maga titkolózik. Rendszeres nézőink tudják, hogy dr. Pál István mindig felvilágosít minket, hogy milyen népszokások babonák kötődnek az év egy-egy időszakához. Most sem lesz ez másképp, aki kíváncsi rá, figyeljen, mert már is mondja nekünk István. Milyen népszokások babonák kötődnek a mostani időszakhoz? November nagyon jelentős a népszokások, illetve a különböző paraszti események sorában, hiszen november 11-e egyre inkább ismeretes az egész magyar nyelvterület, ez a Márton nap. Márton nap azért jelentős, mert egyrészt ilyenkor meg lehet már kóstolni az új bort, már ahol egyáltalán szőlő területek vannak, és ilyenkor muszáj mindenkinek enni legalább egy kis darab liba húst, hiszen ha valaki, úgy tartották a régi öregek, Márton napján libát nem eszik, akkor a következő évben végig éhezik. Márton nap egyébként időjósló nap is, hiszen abból a libából, amit levágtak, a mellecsontjáról lefejtik a húst, és megnézik, hogy milyen színű a csont, ha az első, illetve a hátsó része. Ha az első része fehér, akkor a tél első része az csapadékos, havas lesz. Ha barna, akkor természetesen hó nélküli időszakról van szó. A második részéről, tehát a hátsó része ugyanez mondható el, hogyha barna vagy fehér, akkor a téli időjárásra lehet jósolni. Egyébként dologtiltó nap is a Márton, mert ha valaki ilyenkor olyan munkát végez, mondjuk még novemberben előfordulhat, hogy ássa a kertet, vagy tehát földmunkát végez, vagy az asszonyok otthon mosnak, akkor a dögvész beüthet az állatokba, és ez a paraszt emberek szempontjából nagyon fontos, hogy az állataik egészségesek legyenek egész következő évben. A következő jelentős névnap, az Erzsébet nap, november 19-e, azt szokták mondani, hogy ilyenkor általában leesik az első hó, még ha nem havazások vannak is. Katalinra szintén dologtiltó napként is tekintünk, az asszonyoknak ilyenkor tilos volt szőniük, fonniuk, tilos volt a férfiaknak például szántaniuk, minden forgás tiltatott, mivel azt tartották, hogyha, mivel Katalint, Szent Katalint annak idején kerékbe törték, akkor szerencsétlenség áll a házra, hogyha valamilyen forgó tevékenységet végeznek. Katalinról tartják még azt, hogy ilyenkor már kezdik szüneteltetni a bálokat, a különböző mulatságokkal járó rendezvényeket, amit majd aztán András nap november 30-án zár le. András egyébként azért fontos, mert úgy mondják az előzőekben általam mondottakhoz, hogy András zárja a hegedűt, tehát mindenféle hangos zeneszót betiltanak ilyenkor, mert ekkor kezdődik az advent, a karácsonyra való csendes felkészülésnek az ideje. Ugyanakkor bontónapnak is tartották a régi öregek, ekkor kezdték el a disznóöléseket, hiszen ilyenkorra már beállt a hideg tél, az állatnak a húsa, kolbásza, hurkája ilyenkor már nem romlott meg, hanem kifagyott. Lenne egy kérdésem, azoknak a boltoknak nem lesz szerencsétlensége, akik már október elején elkezdenek karácsonyi cuccokat árulni?
Én véleményem szerint nem szerencsétlenségük lesz, hanem nagyobb haszonra tesznek majd szert, hiszen hosszabb ideig tudják árulni azokat a különböző ajándéktárgyakat és karácsonyi díszítő tárgyakat, amelyek majd szükségeltetnek rá. Bárha az én véleményemre kíváncsi vagy, akkor elmondhatom, hogy én ha nyáron látok Mikulást, akkor azt nem nyári Mikulásnak tartom, hanem butaságnak, hiszen hiába készül föl valaki úgy a térre, különösen kereskedelem, hogy hosszú időn keresztül árulja azokat a dolgokat, nem hiszem, hogy sokkal nagyobb öröme telik benne, és nem hiszem, hogy valaki már október végén, november elején a mikulási ajándékokat fogja megvásárolni. De ez csak az én véleményem. Hát viszont teljesen elveszi a karácsonyi hangulatot, hiszen addigra már annyira megszokottá válik, hogy maga az a kicsit fenköltebb lelki érzés elmegy. Teljesen igaz, de erre majd a következő hónap eseményei sorában fogok sort keríteni, hogy mennyire mulatságosnak és visszásnak tartom, amikor minden utcasarkon találkozom egy télapóval, ami egyébként az én gyerekkoromban még az kifejezetten december 5-e éjszakájához kötődött, amikor jött a Mikulás vagy a télapó. Mazák Katalin mostanában rendszeresen ad nekünk olyan szépségápolási tanácsokat, amihez nem kell messzire menni, csak a spájzba vagy a hűtőbe. Különböző házi szerekből készítünk, különböző bőrtípusokra, mindenféle hasznos pakolásokat. Nézzük, mit kínál ma. Ma milyen kezelést és milyen bőrtípusnak ajánlunk? Érett bőrökre egy regeneráló kezelést hoztam. A kezelésnél letisztítás után egy súradírral folytatjuk, amellyel az elhalt hámsejteket távolítom el, és előkészítem a pakolás hatóanyagainak befogadására a bőrt. A pakolás az pedig tojásból, tejszínből és pár csepp levendulaolajból fog állni, és pakolás feltétele előtt még tonizálom a bőrt egy kis narancsvirágvízzel, hogy a tonizáló hatását fokozzam. Be is lehet hűteni a narancsvirágvizét, és azáltal egy kicsit a vérkeringést is megtesdítem, illetve borogatást teszek ebből a narancsvirágvízből a szemekre. Ez a narancsvirág, ez ennyire csodaszer? Egyrészt, ha valaki a tojásnak az illatát annyira nem szeretné, vagy a levendulát annyira nem szeretné, akkor egy kellemes narancsvirágos, kicsit ilyen zöldes illata lesz, tehát ne arra számoljunk, mint hogyha a narancsot pucolnánk, és az az illat, hanem egy virágillat, de egy zöld, üde, friss illatra számítsunk, hogyha a narancsvirág vizét alkalmazni akarjuk. Keletiek nagyon szeretik a szépségápolási kultúrájukba beiktatni a narancsvirág vizét, nagyon jó antioxidáns, frissítő, tonizáló, nagyon jó regeneráló hatásokkal bír. Egyébként ezt inni is lehet? Igen, lehet. Akár mentatákhoz is hozzá tudjuk adagolni, és meg tudjuk módosítani, egy kicsit pikánsabbá, érdekesebbé tudjuk tenni a mentatea ízvilágát. Nyári időszakban akár limonádét is készíthetünk vele, egy kicsit megbolondítjuk a klasszikus ízvilágot általa. Vagy akár jégkockák készítésénél a felhasznált vízhez egy pár cseppet, ha cseppentünk, és úgy hűtjük be, akkor azzal tudjuk ízesíteni az italainkat. Tehát vissza a bőrápoláshoz, mindenféle borogatást is kaptunk a narancsvirágból, ezután mi következik? Ezután pedig eltávolítom a megmaradt vagy fennmaradt pakolás részeket, és utána a bőrtípusnak megfelelő ápolókrémmel zárom a kezelést. Milyen eredményre számíthat a páciens? Mi lesz az, ami kézzelfogható lesz számára? Egy nagyon lágy, puha bőrfelszín, és mivel picit megfokozzuk a keringést is, ezáltal egy frissebb, üdébb megjelenése lesz a bőrnek. Mint egy nagy sétát tett volna, és azáltal egy kicsit a keringés is beindult volna, élettel telibb lesz a bőr. Bármely alkotórészsel kapcsolatos allergia esetén természetesen azt az alkotót hagyjuk el, illetve ugyanúgy, mint minden más házi praktikánknál, ezeket a pakolásokat frissen használjuk, tehát mindig egységnyi adagot készítsünk el, amit azonnalba felhasználunk. Ne tároljuk, ne használjuk fel később. És
stresszel teli életünkben mindenki próbál találni valamilyen olyan módszert, amivel a stressz csökkentheti, és testileg, lelkileg kikapcsolódhat. Egyik ilyen lehetőség a jóga. Mi az a jóga? Hát a jóga egy több ezer éves, eredetileg Indiából származó mozgásforma, a soft mozgásoknak az egyik legrégebbi és már kiforrottabb formája. Tulajdonképpen ma már komoly egyetemek kutatásai, mert összehasonlították mondjuk a távol-keleti embert az európai vagy a modern emberrel, és a fittségi útmutatóink sokkal, de sokkal jobbak, és ezt most már minden tudományos tény azt látszik alátámasztani, hogy ezek miatt a soft mozgások alatt értem én a tai chit, a jogát, ezeket a régi dolgokat, a csikungot, és ezeknek egy szintézisét csináljuk itt most mi, hogy a jogánál nem csak, mert van, hogy testi jóga, meg a lelki jóga, mi abból csináltunk egy olyat, ami egy picit keveredett a mai modern ember részére, aki egy kicsit itt kijógázza magának a testi problémáit, tehát a monitor, az állóhelyzet, a stabil ülő, tehát ami hát árt, amikor egész napos megterhelés, ugyanakkor kitisztítjuk az agyát egy kis meditációval, tehát egy kicsi meditációval fejezzük be mindig a gyakorlatokat, meditációval kezdjük a gyakorlatokat, és akkor úgy talán kialakul ez a úgynevezett éptestben éplélek. Akartam is kérdezni, hogy még miben hasznos a mindennapi ember számára a jóga, azon kívül, hogy a testi izmai egy kicsit helyre kerülnek? Hát az tulajdonképpen a lelket ugyanúgy helyre lehet tenni. Van egy nagyon szép gyakorlatsor, a világon a legkönnyebben elsajátítható meditációs forma az úgynevezett belső mosoly. Azt is tanítjuk a jogaedzéseinken, a belső mosolyt. Ez tulajdonképpen annyi, hogy a mosolyt, ami az arcunkon csinálnak egy mosolyt, és azt az érzést elkezdik vinni a szervezetbe ide-oda, tehát arcán hagyja szétterülni a mosoly által kiváltott érzést, viszi le kezébe, lábába, szerveibe, és annál a szerveinél, amit ő úgy gondol, hogy azt jobban kéne egy kicsit gyógyítani, ott tovább tartja, és ez bárhol lehet csinálni, ez lehet utazás közben, lehet Hófehér lány szobájában, otthon, bármikor, bárhol, és könnyen elsajátítható. Tanítjuk a fa meditációt, amit ugye azt tanítja a távol-keleti tudományok, hogy mindenkinek, minden csillagjegynek megvan a maga fája, és akkor az, ha kimegy egy erdőbe, és ő megtalálja azt, ami neki a kedves, és megöleli, és elképzeli, hogy ő egy a koronával, egy a lombbal, egy a gyökérrel, akkor az univerzum energiáját magába szívja. Én ebben nagyon hiszek például, mert abban nem az annyira, hogy most mindenkinek a külön saját fája, most mit tudom, hogy bükkgyertyán akármi, de én biztos, hogy ha látok 10 fát, én ki tudom választani, hogy melyik az enyém. Ugye a növényeknek is van energiája, meg az állatoknak is. A jogásokra jellemzőbb az, hogy több köztük az állattartó, vagy több növényt tartanak otthon? Hát mindenképpen természetközeli emberek, tehát nem mit tudom, csillagok háborúja robotot tart, hanem valami élőt. A jogát sokszor sokféle aspektusban tudjuk megtalálni az interneten is, különböző gyakorlatokat. Van ez a híres 5 tibeti jóga gyakorlat, ezek valóban annyira hasznosak? Ez egy nagyon ügyesen és nagyon jól összeállított gyakorlatsor. Mindig azt szoktam mondani, hogy évtizedekig, évszázadokig, tehát évezredekig nem maradt fenn valami a hülyeség. Na most a 5 tibetit én is tanítom, tehát a mi rendszerünkbe olyankor, amikor mondjuk, akkor kitérünk rá, hogy nem azt mondom, hogy ez az enyém és bele van keverve, hanem nem, ma az 5 tibetit csináljuk, és akkor tulajdonképpen egy nagyon rafináltan összeállított gyakorlatsor, ami az egész meridián rendszeren, tehát az emberben levő energetikai rendszeren átmegy, és mindegyiket megmozgatja. Ki jöhet jogázni hozzátok? Hát tulajdonképpen mindenki. Inkább azt szoktuk mondani, hogy vannak bizonyos gyakorlatok, amit mit tudom én, egy nyaki gerincsérves, hát ne csináljon gyertyaállást, meg mit tudom én, ami terheli, de azt mindenkivel mi megbeszéljük, nálunk alap az, hogy mi edzésen beszélgetünk is. Akár a főzésről is, de akármi bármikor közben megkérdezhető, különösen egy új
barátunk, egy új jogázónk, az közben bármikor bármit megkérdezhet meg. Én először meg szoktam kérdezni, ha eljön valaki, hogy miért szeretné ezt csinálni, és ha azt mondja, hogy mert itt van egy gerincsérvem, vagy ott van egy kopásom, vagy ott van egy könyöksérvem, vagy bármi, akkor én azt mondom meg, hogy na jó, akkor te majd akkor szóljál, ha. És akkor azt nem csinálod, meg bármit, bármikor abban lehet hagyni. Ha valaki úgy érzi, hogy ez neki kellemetlen, valami érez neki nem sem, akkor abba hagyja. Otthon a jógacsoportozók tagjai szoktak-e jógázni, vagy ezt csak az itt közösen eltöltött alkalmakra tartogatják? Természetesen. Muszáj. Mert az, hogy itt helyettem kétszer egy kicsit jógázunk, az nem sokat ér. Itt megtanulja azt, hogy mit kell csinálni, itt kaphat tanácsot. Én el szoktam neki küldeni az anyagát ennek a mozgásrendszernek, megkapják e-mailbe, és akkor ott olvasgathatja előtte is már a légzőgyakorlatokat, és mindent úgy a lelkébe bele, hogy ne zavarja, mit tudom én, aki már 10 éve ide jár, ne magyarázzam el 20-ra előtte minden héten egy újnak, aki jön. És természetesen, hát kell, nem csak szokták, hanem kell is otthon gyakorolni. Mit tanácsolsz azoknak, akik még csak gondolkodnak azon, hogy milyen mozgásformát választanak, mikor válasszák a jógát? Hát tulajdonképpen, ha fiatalabb, akkor ha van valami oka rá, mert valami más erősebbet, keményebbet nem tud. Ha idősebb, akkor bármikor. Tehát akár mentális problémái vannak, akár mozgásszervi problémái vannak. Hát én 30 évet foglalkozom mozgássérültek rehabilitációjával, ott is a gyakorlatok 90%-a jó. Tudják-e, hogy mi a különbség a szemölcs és a tyúkszem között? Vagy hogy mivel lehet ezt házilag kezelni? Egyáltalán érdemes? Le kell szedetnünk? Meg kell tőle szabadulnunk? Ehhez kértünk most tanácsokat. Szoktunk látni olyan bőrelváltozást, amire azt mondják, hogy szemölcs, vagy azt mondják, hogy tyúkszem. A régi öregek mindenre azt mondták, hogy ez is tyúkszem, az is tyúkszem. Aztán, amikor magamon is tapasztaltam ilyet, kiderült, hogy nem az. Mi a különbség köztük? Minden olyan elváltozást, ami a talpon jelentkező bőr megvastagodással járó jelenség, a köznyelvben tyúkszemnek nevezünk. Mi orvosi értelemben külön választjuk az ortopédiai okok, azaz a krónikus nyomás miatt létrejött elváltozásokat, és a szemölcsök okozta elváltozásokat. Helyesebb az ortopédiai okok által létrejött bőrmegvastagodásokat tyúkszemnek nevezni, és a szemölcsöket, amelyeket a vírusok okoznak, azokat nevezzük inkább szemölcsnek. Tehát a szemölcsre azt mondhatjuk, hogy egy vírus okozta bőrelváltozás. Lehet-e ez rossz indulatú, vagy meg kell-e ijednünk, ha ilyen jelenik meg rajtunk? A szemölcsöket általában a humán papilloma vírusok okozzák. Ezeknek a humán papilloma vírusoknak nagyon sok fajtájuk van. Molekulárbiológiai módszerekkel kb. 80 fajtájukat különböztetjük meg, és ezek között vannak olyan fajták, amelyek nem okoznak rosszindulatú elváltozást, viszont vannak olyanok, amelyek akár rosszindulatú elváltozásba mehetnek át. Tehát az a jelentőségük, hogy figyelni kell őket, főleg a nemi szerven okozott vírusos szemölcsös elváltozások esetén a HPV 16-os, 18-as fajtája hajlamos arra, hogy rosszindulatúvá váljon. Tehát ezek szerint, ha jól értem, nagyon nehéz ezeket kivédeni, mert hogy vírus okozza őket. Igen, a HPV okozta fertőzéseket nagyon nehéz megelőzni, bizonyos módszerekkel azért tehetünk ellene. Általában valamilyen bőrsérülésen, bőrrepedésen keresztül jutnak ezek a szervezetbe. Fontos a megfelelő higiéni, lábápolás, ne legyenek rajta repedések, saját papucs viselése fürdőhelyeken, fitnesstermekben a megfelelő szabályok betartása, hogy ne kapjuk el ezeket a vírusokat. Ezek a szemölcsök mindössze esztétikai problémát jelentenek, vagy jobb, hogyha megszabadulunk azoktól, amik olyan helyen vannak, ahol irritációnak vannak kitéve, hogy esetleg ne fertőzzenek tovább? Mindenképpen érdemes kezelni, bár nem veszélyeztetik az egészséget, kivéve azok a vírusok, amelyek rosszindulatúvá elfajulhatnak, de azon kívül, hogy esztétikai problémát okoznak, fertőzőek is, tehát embertársainkra is veszélyesek.
Nagymamám annak idején a tyúkszemre, de ő a kézen lévőre is azt mondta, hogy tyúkszem, mindig a vérehulló fecskefűt kenette velünk. Ez valóban annyira hatásos, mert nekem végül ki kellett vágni, vagy ez csak inkább ilyen népi hit? A vérehulló fecskefűből nagyon sok alkaloidát azonosítottak már, ezek egyike a kelidonin, és vannak benne fehérjebontó enzimek is, amelyeknek bizonyított olyan hatásuk, hogy vírusellenes sejtosztódást gátló hatásuk is van. Ezért hagyomány alapján ezt nagyon gyakran használják szemölcsök kezelésére. Fontos, hogy csak vírusos eredetű szemölcsre használatos, és ha nem vagyunk benne biztosak, hogy ez vírusos szemölcs, mindenképpen meg kell mutatni szakembernek, nehogy esetleg egy anyajegy, vagy bármilyen más rosszindulatú elváltozás kenegetésével időt veszítsünk. Egyébként hogyan távolítunk el egy szemölcsöt, hogyan lehet eltávolítani? A vírusos eredetű szemölcsök eltávolítására a legáltalánosabban elterjedt módszer az ecsetelők alkalmazása. Ezeknek általában szalicilsav tartalmuk van, vagy léteznek enyhe citosztatikumot tartalmazó ecsetelők is. Az ecsetelés időigényes, és hogyha valaki gyorsabban szeretné eltávolítani, akkor fagyasztásos eljárást is lehet alkalmazni. Ez folyékony nitrogénnel történik. A folyékony nitrogén mínusz 190 fokos hőmérsékletű spré formájában juttatjuk a fagyasztani kívánt területre. Ennek hátránya, hogy nem mindig elegendő egy alkalmazás, csak felületesebb elváltozások esetén. Néha kétszer-háromszor is ismételni kell, hogy sikerre jussunk. A leggyorsabb eltávolítás a lézeres módszer. Szén-dioxid lézerrel elpárologtatjuk a szemölcsöt, viszont minden eltávolítási módszernél fennáll a veszélye a kiújulásnak. Ez miért, amit elmondott korábban, hogy vírus okozza és tovább terjedhet a szervezetben, vagy más oka is van? Akár mikroszkópikus méretben az eltávolított sebben benne marad, és ott újra építi önmagát. A szemölcsök eltávolításánál mindig el szoktuk mondani a pácienseknek, hogy előfordulhat, hogy újra kell ismételni az eljárást. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba. Várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Aszcendensében. Addig is vigyázzanak magukra. A viszontlátásra!